Minden gyereknek az elsődleges szocializációs közege a család. Még az óvoda, illetve az iskola megkezdése előtt kell elsajátítani az alapvető szociális normákat a szülőktől. Az édesanyák és édesapák pedig később is felelősek azért, hogy ellenőrizni tudják a gyerekek viselkedését, mondta el stábunknak a szakpszichológus, akit a Nagyportkavart Dezső bácsi ügy kapcsán kérdeztük. Káplár Mátyás hozzátette, hogy manapság sok diák gondolja úgy, hogy a pedagógus nem mondhatja meg neki, mit csináljon. Ez a változás a régebbi időkhöz képest azonban összetett kérdés, hiszen megváltoztak a viszonyok a tanárok és a szülők között, illetve a tanárok és a diákok között. Most az a jellemző, hogy a gyerek és a szülő áll a tanárral szemben. Még akkor az lenne az ideális, hogyha ez mondjuk egy ilyen egyenlő oldalú háromszöget képviselne, és mindenki a maga részét kivenné belőle. Ez egyik része. A másik része, ez valóban lehet az, hogy manapság talán jóval kevesebb energiájuk van, vagy talán tudásuk is a szülőknek arra, hogy ezt a szocializációs hátteret biztosítsák maradéktalanul a gyerekeknek. Ez is okozhatta azt a konfliktust, ami egy évvel ezelőtt történt a pécsi Nefco udvarán. Mint ismert, Jancsula Dezső az intézmény tanára két renitens dohányzó fiatalt utasított rendre, majd miután megfogta egyikük hátizsákját, tanúból vádlott lett a pedagógus személyi szabadság korlátozása miatt. A szakember azt mondja, a tanárok nehéz helyzetben vannak, hiszen a szóbeli figyelmeztetésen kívül nincs más lehetőségük a fegyelmezésre. Azt gondolom, hogy ez azért nehéz a tanárok számára is, mert sokszor tehetetlennek érezhetik magukat egy olyan helyzetben, amikor a diákok tudván a saját jogaikat kiállnak ezért, viszont ők pedig nem tudják az iskola által hozott rendet, szabályokat betartani. Úgyhogy az ő számukra ez nem csak, hogy kimerítő vagy nehéz lehet, hanem egyszerűen egy belső szorongás is tud eredményezni. Ha a pécsi pedagógust jogerősen is elítélik, akkor nem taníthat többet, mérlegelés nélkül el kell bocsátani az iskolából a törvény szerint. Dezső bácsi, ahogy korábban stábunknak is elmondta, a hivatásának él, nem tudja mihez kezd, ha nem taníthat többé. Káplár Mátyás elmondta, hogy ha valaki nem saját akaratából hagyja el hivatását, az súlyosabb krízishez, hosszabban tartó feldolgozási folyamathoz vezet. Időskorban pedig még nehezebb új célt, újfajta kilátásokat találni az életben.